Előző alkalommal a Big Game műsorában. Tony G nagyon bekezdett. Esélye sincs. Teljesen kifosztotta Doyle Brunsont. Ribeye. Phil Helmutnak pedig szóban perzselt oda. Le foglak mészárolni, érzem. Remélem, sokszor fogsz még rátölteni. Az időzített bomba Ernest Wiggins pedig élvezte, hogy jelen lehet. Ez már kezd érdekes lenni. Ma este megpróbált elnőni az asztal körül ülő nagy ágyúkhoz. A nagy tétes játék műsorában. Önök a PokerStars.net Big Game-et látják. Szeretettel köszöntjük Önöket Las Vegasból a Big Game műsorában. Joe Stapleton és jó magam Chris Rose leszünk a házigazdáik ezen az estén, melynek során a világ legjobb játékosai összesen több mint $500 000 hoztak az asztalhoz ebben az ultramodern pókerteremben. Bár Phil Helmut a versenyjátékáról híres, de tegnap este a Big Game-ben is sikeres volt. Tony G-nek, az ausztrálunk Jolly Jokerének is sikerült tegnap $95 000 gazdagodnia. A másik fél Phil Lack, a Jona Bomber egy hajszányival ugyan, de mínuszban van. $3200 veszített. Doyle Brunson több mint egy teljes beülőt $109 000 veszített. Az időzített bombánkat Ernest Wiggins, akinek kölcsön adtunk $100 000, a barátnője tanította pókerezni. Barátnőjét kedvesen csak Nyuszinak vagy Búnak hívja. Ernest a $100 000 fölé eső nyereményét megtarthatja, de eddig 13 000-et bukott. Még egy játékosunk van, Daniel Negreanu, ő most Amanda Leathermannel beszélget. Daniel, nem nehéz ennyi sztárnak együtt játszania? Nagy móka lesz. Az ember alig hallja a saját szavát. Mindenki nagy dumás. Jó, és vajon te vagy itt a legnagyobb sztár? Hogy lehet ilyet kérdezni? A legeslegnagyobb Doyle Brunson, hiszen szinte ő teremtette mindezt. De ha például Helmutot kérdezed, ő biztos mást mondana. És mit gondolsz az időzített bombánkról? Egyelőre úgy látszik, már annak is örül, hogy itt lehet. Eddig nem tűnik túl motiváltnak, úgyhogy szerintem egy kicsit többet kéne kockáztatnia. Értem. Sok szerencsét. Köszi. Hajrá. Elkapom őket. Közben lássuk az időzített bombára vonatkozó szabályokat. Minden bomba $100 000 száll be. Amit e fölött nyer, azt meg is tarthatja. És aki az évadban a legtöbbet nyeri, egy $50 000 értékű North American Poker Tour útlevélre tehet szert. Oda fogok parkolni a lakóautómmal. Hova? A VSOP-ra. Daniel lakást bérel. Nekem is van egy, igen. Tényleg? Én is bérlek egyet. Neked a sajátod? Igen. Végül is nekem is van egy helyem odakint. 5 éves és 5000 mérföld van benne. Igen. Én is béreltem egyet 3 hétig tavaly. Klassz volt. Szép darab. Több mint $100 000 került. Phil Lack a minimumot emeli 800-at. Tony G megadja. Helmut dob. Ernest Wiggins a washingtoni időzített bomba is eldobja a lapját. Mi van? Csak 800. Jól értem. Rosszul látok. Ez van. Daniel dob. Phil Lack ma este új stratégiát követ, csak minimumot emel. Ketten néznek flopot. Amire király bubi ötös jön. Lack passzol. Egyiküknek sem jó, de Lack a hatosaival még előrébb van. Tony G passzol. A turn repik 4-esen. Így már Tonynak is van egy párja. Lack megint passzol. Tony G 2000-et hív. És Lack megadja. Neked van valami, igaz? Könnyelműnek tűnik a megadás, de Tony G a semmik széles választékával is képes blöffölni. A river repik 9-esen. Passz. És passz. 2 6-os. Ezt a partit Phil Lack nyeri. Hívnod kellett volna, Tony G, hol a bátorságod? Hívnom hol a kellett szíved? Volna. Volt egy pár. Keményen az kell. Az oroszlán szív. Amikor legutoljára eldobtam egy párt, még vagy 10 partin keresztül fogtam a fejem. Inkább veszítek, de nem akarom szívni a fogat. Ha nem lett volna semmi, emelek, de hát... Miért? 5-ösöd volt? 4-esem. Nekem ez is elég volt. Azt tudjuk. De én csak a semmire emelek. Zavar, ha így bámulom a zsetonjaidat? Nem. És ha a számot nyalogatom? Csak ha nem nálam van a legjobb lap. Még összenyálazza a zsetonját. Ezt a partit Phil Lack kezdi. Ki a legjobb rapper mostanság, Drake? Nem. Nem akarod hallani a véleményemet a tévében? De, érdekel, mit gondolsz, tényleg. Igen, hát jó. Ernest jön és Ász párja van. Nem tudom. Drake biztos jó rapper, hiszen ebből él. Csak szerintem kicsit túlértékelik. Komolyan? No hát. Igen, szerintem Trey Songz sokkal jobb, kicsit más műfaj, de ugyanakkor kezdték. Nemrég forgattam Trey-jel egy klippet.
Egyikről se hallottam. Pár napja Trey Songs-zal forgattam. MC Branson. 1002. 1200-ra emelt. De Trey konkrétan nem is rapper, ugye? Csak azért hozta föl, mert ő ugyanakkor kezdte. Ismeri valaki Sinatrát? Frank Sinatra. Ő volt a... Ja, nem. Én imádom. Ha? Frank Sinatrát. Szereted? Te meg Doyle, összeilletek. Sinatra dobott pár nagy slágert. Daniel meg a lapjait. Doyle-nak dáma hetese van. Én Jay-Z csípem a rap Jehováját. Úgy bizony én is. Jay-Z a király. Doyle megadja. Pár napja Ludacrisszel és Trey Songz-zal forgattam egy klipet, aminek a címe Sex Room. Jön a flop. Pont odavaló vagy. Welcome to my sex room. Egy ilyen tripla vagy semmis jelenethez kellettem. Doyle passzol. Ernesten a sor. 1300-at hív. Wiggins ászaival ez egy remek flop. Azt hittem, te voltál a gangster. Na jó van. Doyle megelégelte a szöveget, meg a partit is. Nem az én stílusom az. Csak mert tisztellek, Doyle. De csak azért. Párja volt. Többet nem mutatom meg a lapomat. De erre még a nyuszi is azt mondaná, hogy neki szabad, hisz ő Doyle. Doyle-nak szabad, mi? Most tudnék mondani valami gonoszat. Visszaemelnél rá? Igen, majdnem úgy lett. Szerintem Nyuszi is örülne. Nyuszi természetesen Ernest barátnője, akinek szintén sok beceneve van. De lássuk a Big Game szabályait. Egy játszma 150 leosztásig tart. A flop előtt pot limit a játék, ami a flop után no limitre változik. A kisvak $200, a nagyvak 400, az ante pedig $100, amit mindenki helyett az osztó pozícióban ülő fizet be. Mindenki 100 000-rel kezd, a ribály felső határa $500,000. A 150-ből most jön a 35. leosztás. Hány éves vagy? 36 leszek. Ó, pont mint én. Mikor van a szülinapod? Júliusban. Hanyadika? 20. Az enyém meg 26. Akkor én vagyok az idősebb. Ja. Úgy ám. Remélem együtt tartják majd. Tony G az ász dámáját hozná a buliba, de csak limpel vele. Helmutnál egyszínű kapcsolódó lapok. Mit vigyorog ez? Biztos Tony G szerető pillantásának örül. Milyen szép pár. Helmut megadja. Én bedobom. Bocsi. Ernest eldobja. Danielnek ászötöse van. Két limpelő, ugye? Igen. Daniel is így tesz. Majd Doyle is. És ötödiknek Luck. Fiatal korodban az ilyenre már rég lecsaptál volna. Hogy én? Nincs nekem semmi. És az mióta akadály? Tony G-vel megadtuk volna. Persze. 8-7-7 a flop. Phil-nek fúja van. Ne feledjük, hogy a Lucknak meg sorhúzója lett. Branson passzol. Luck 1400-at hív. Kellemetlen meglepetés várja. Tony G dob. Helmut ellenőrzi, hogy megvan-e még a fújja. Emelek. Aztán emel. Próbálja építeni a potot. A flop előtt mindenki csak megadott. Valószínű, hogy senkinek sincs fölé párja, ezért Helmut abban reménykedik, hogy valaki más is limpelthetesse, különben egy ekkora emelésre jó eséllyel mindenki dobni fog. Ezt én viszem, Phil. Te fogod. Mindenki doblák előtt. Aki szintén dob? Bedobok egy ilyen húzót. Nézzük meg, mit hozott volna a törn. Megnézhetjük? Jöjjön a river is. Csak le ne dobd. Nem lett volna meg neki, de Helmutnak pókere lett volna. Szép dobás. Azt hiszem. Ó, hogy ez a... Ha a flopra 9-9-6 jött volna, akkor belemegyek. Mi az ördögért így játszottam ezt meg? Mit volt? Floppoltam egy fullt. Tényleg? És hetes pókerem lett volna. Helmut most ostorozza magát, de szerintem egy 9 magassal Luck nem akart nagyon kockáztatni. A két félnek nem ez volt ma az utolsó csatája. Nem sokára folytatódik a Big Game. Phil Helmut minden idők egyik legnagyobb tornajátékosa. 11 VSOP karkötője van, de a készpénzes játékokban eddig még nem bizonyított. A készpénzes játékokban egy kicsit még gyenge, de nem annyira, amennyire Daniel mondja. Ma este mindenkinek bebizonyíthatja, hogy mindennek ellenére ő is tud a legjobb lenni.
Amikor egy olyan híresség, mint Doyle Branson azt mondja, Helmut gyenge, akkor felkapom a fejem. Elképzelhető, hogy Doyle ezt most egy kicsit elkiabálta. Igen, 38 leosztás után Phil Helmut még erősen tartja magát. Na, élő vakok! Minden kidak vagy csak Doyle? Jó, legyen. És a többiek? Nem szálltok be? Ne. Neked külön jó lenne, ha már időzített bomba vagy. Majd, amikor nem számítotok rá. Tony, benne vagy? Jó, csináljuk. Szívesen duplázok. Ő is benne van. Phil Luck 2800-ig emel. Én még nem bólintottam rá. Azt csinálsz, amit akarsz. Nekem mindegy. Nem muszáj, gondolom picit tele lett a pelusod. Na jó, én inkább kihagyom. Nem már, ennyi erővel rá is íratod a homlokodra, hogy nyit. Örülök, ha nitnek hívnak. Dehogy örülsz, nem egy kedves kifejezés. Nem, mert néha olyan vadul játszom, hogy... Tehát jó, az imidzsednek. Igen, az az imidzsem, hogy nit vagyok. A nit az, aki nagyon feszesen játszik. 6-9 király a flop. Branson passzol. Luck. Van egy 9-es párja. 3700-at hív. Doyle-nak könnyű dobás, 5-ös magassal. Élővak. Mert Doyle rakott élőt. Meg még egy páran fognak, és rakhatnak, és nem akartok kimaradni. Látod? Persze, hogy Luck beteszi az élőt, mert neki meg pont ilyen illik. Ez az image. Nem, ha mindenki benne van, akkor te is belemész, kivéve, ha béna vagy, mint te. Már pedig ugye. Nem csinálom, pláne, ha mindenki más csinálja, mert lehet, hogy így előnyhöz jutok. Na, hagyjuk békén a lúzereket. Az élő vak egyébként azt jelenti, hogy a nagyvak után soron következő játékos megduplázza a nagyvakot, még mielőtt megkapná a lapját, és így ő beszélhet utoljára a flop előtt. Ezt általában a pot növelése érdekében szokták csinálni. Inkább jótékonysági célra fordítom azt a 800-at. Jótékonykodhatsz velünk is? Daniel közben kiegészít a kisvakról. Otthon kell kezdeni. Doyle és a nagyról. Jó, hogy ilyen olcsón megnézhetem a flopot. Phil Luck az élő vakja miatt beszélhet utoljára. Szemétlapokat ide. Szemetet kér. Ez tényleg szemét. 9-2-3. Passz. Daniel és Doyle passzolnak. 1800. Phil Luck 1800-at hív. Szemétlapjaid vannak. Mindenki kihátrál, és Luck el is viszi a potot. Ha az időzített bomba tenne élőt, akkor én is... Élő, mondta. Szerintem ne is figyelj oda rá, haver. Be fogod tenni, nem? Mindenki rak. Rak már te is. Én nem mindenki vagyok, de én vagyok idában. Miről beszél? Elmondom, mi a szitu. Ha duplázni akarsz, a legjobb úgy kezdeni, ha élőt teszel. Tudom, de nem... Jót tenne neked. Tudod, mit tenne jót nekem? Ha nátszom lenne, és megadják, így duplázok. Kérdezd meg Nyuszikát, hogy megengedi-e. Az ördögi negránú rá akarta bírni az amatőrt, hogy annyi pénzt tegyen a vakra, amennyit csak lehet. Tony, nem raktál élőt? Rakok, rakok, mindenképpen. A késő. Ne is. Izguljatok, akkor is rakok. Mondtam, mielőtt megnéztem volna a lapomat. Megmondtam. Én hallottam, hogy mondta. Beszáll, amikor én tettem az élőt. Mondta volna? Igen, én hallottam. Akkor ez egy nem hivatalos élővak. Annak számít, de nem használom fel. Akkor legyen csak sima emelés. Mert nem akarom, hogy bárki megharagudjon. Ez érthető. Az időzített bomba megadja. Jön Negranu. Egy színű dáma hetessel. Emelek. Emel egyet. Daniel fölöslegessé tette a vitát. 3800-ig. Először a matekosokat cikizi, aztán emel a számítógéplappal. Mindenki dob, az időzített bombán a sor. De jó ég, most mégsem szállhatok ki. Hát igen, néha kockáztatni is kell. Ernest megadja. Sok szerencsét. Nem is. Na lássuk azt a flopot. Ernest dominálja Daniel lapjait. 9 király dáma. Mindkettőnek van dámája. Ernestnek jobb a kísérője. Passzolok idephoz. Mindketten passzolnak. Ernestnek lyuksora is van. A törnre egy pikkász jön. Én passzolok, mert ennyire tisztellek. Felőlem. Én is. A riverre treff 5-ös jön. Passz. Dámám van. De mivel? Egy dáma pár ásszal, királlyal és 10-essel. Azt a... Tiéd a pénz. Na, ez jót tesz az imidzsemnek. Megvertem Danielt. Na, ugye. Ez az élővak miatt van. Igen, igen. Igazad van.
Az időzített bomba mínusza egyre csökken. Vajon sikerül-e pozitívba billentenie az egyenlegét? A szünet után folytatódik Ernest Wiggins kalandja. Újra jelentkezünk Las Vegasból. Üdvözlöm Önöket Joe Stapleton nevében is. Én Chris Rose vagyok, és ez a Big Game. Méghozzá a 43. leosztás a 150-ből. Mert nagyobb tétnél jobban működik az agyam. A versenyek kevés zsetonja. Tiltre tesz már az elejétől kezdve. Mennyi 800? Beadok egy 1000-est, jön a visszajáró. Nagyon jó. Önmagad paródiája vagy. Egy torna elején elszállok, ki vagyok, kis összeg, kizökkent. De felszívom magam. Felszívod magad, mi? Egészen Tony G-ig mindenki dob, a kisvak pedig 3200-ig emel. Na emeljünk egy kicsit. 9200. Ennyiért már megnézem az ászpáromat. Ernest egy kicsit előre szaladt. 8-asai vannak. Na most mit lép az időzített bomba? A mestere azt mondaná, hogy ha egy emelés és visszaemelés után eldobja a 8-as párját, az egy kicsit túl óvatos, de érthető is. A mestere egyben a barátnője fel és a serac. Mindjárt lejár az időm. Gondolom a pókeren kívül másra is megtanította. Hallgatok a mesterem tanácsaira. Ehhez a partihoz nem ragaszkodott annyira, mint Felisához. Tony G-nek pozíción kívülről kéne megadnia egy visszaemelést. Phil-nek volt már pár könnyelmű visszaemelése, de ezúttal dominálja Tonyt. Nyertél. Még szép. Ez van. Na azért hadd lássuk, mit volt. Jó, választhatsz egyet, de csak egyet. Én azt mondom, hogy ezt válasz. Jó, lássuk. Ászdámád volt? Legalább. Helmut a készpénzes játékokban köztudottan feszes, de eddig rácáfol erre. A statisztikák eloszlatják azt a tévhitet, amelyek szerint Phil Helmut óvatoskodó lenne. 43 leosztás után a partik 56%-ában tett pénzt önként a potba. Az esetek 15%-ában visszaemelt az emelésre. És a potok 30%-át eddig ő vitte el. Kíváncsian várjuk, hogy folytatja ezt az agresszív játékstílust. A River előtt megadtam 130 ezret egy alacsony párral. Yes. Bejött? Nem, mert dríje volt. És ezzel most miért dicsekszel? Mert vicces, hogy... Olyan, mintha azt mondanád, nézzétek, milyen hülye vagyok. Először visszaemeltem 6-os 9-essel, aztán ő emelt vissza Bubi 10-essel. Phil Luck megadja a nagyvakot. Tony G emel 3000-ig, és Phil Helmut... morfondírozik. Már megint köztük lesz az adok-kapok. Na most mi lesz, Phil? Nem tudom, Tony. Lehet, hogy eljött az én időm. Tony G lassan tényleg felidegesíti Phil-t. De az is lehet, hogy nem. Ki tudja? Ernest Wiggins dob. Daniel volt az élővak. Rajta múlik, hogy bevállalja-e az akciós kört. És hát ezt kezdi. Laza megadás, úgy érzi, hogy ennyi embernél megvan az otca. És Phil Luck is beszáll. Tehát négyen maradtak a flopon. És mivel ez a legagresszívebb négyes, sok zseton kerülhet még középre. 2-4-6, ebből 2 pikk. Danielnek top párja van, viszont Lucknak meg lyuksora és nutflush húzója. És noha még nincs készlapja, statisztikailag neki van több esélye a győzelemre. Helmut passzol Danielhez. Ha top párt floppolsz egy 6-ossal, akkor elég sok lap jöhet a törnön, ami elronthatja a napodat. Daniel a lapját védi azzal, hogy szűrni próbálja az ellenfeleit. Ilyen erős húzóval Phil Luck biztos nem fog dobni. Megadja. Tony G dob. Tony, miért akarsz minket bajba keverni? Phil imád másokat okolni. A törnre csak ketten maradtak. Egy körász. El is felejtettem, hogy Lucknál egy fölékártya is volt. Így már Luck vezet. Daniel pedig újra tüzelni készül. 14 ezret hív. Daniel egyértelműen rosszul olvassa Luck lapjainak erősségét. És noha Lucknak kicsi a kísérője, nem valószínű, hogy dobni fog egy hívásra törnön, most, hogy top párja lett, hogy a húzóiról ne is beszéljünk. Általában sokat fecseksz, ugye? De most rezgőre vagy állítva. Hogy megijesszelek. Hiányzik a dumád. Most mit mondjak, egy kicsit berezeltem. Mert ugye sok rossz dolog történhet. Lehet, hogy verve vagyok, lehet, hogy riverrel elsik neked, lehet, hogy kiblöffölsz. Mit mondjak?
Lehet még pikkász, ötösöd, lehet hatos, négyesed. Neked meg nyolcas pár körüli lapod van? Vagy inkább pont az, nem? Phil megpróbál valamit kiolvasni Daniel szavaiból. Daniel kétszer is emelt, és noha Philnek erős húzója van, tarthat Daniel esetleges ászától. És megadja. Ennek Daniel biztos nem örül. Jön tehát a River. Káró tízes. Ez egyik játékosnak sem segít. Daniel ezt a partit már csak egy blöffel nyerheti meg. Újabb 25.500-at hív. Tehát hatos ketesed van, vagy pikkász tízesed. Igen, az lesz. Na most melyik? Pikkász négyes. Igen, szinte biztos. Micsoda hal vagyok? Egy fish. Istenem, hal vagyok. Miért akarom ennyire megadni? Mert hal vagyok. Bizony, egy nagy hal. A leosztásban Daniel háromszor hívott, utoljára 25.500-at, Lucknak pedig egy párja és egy gyenge kísérője van. Egy gyenge játékosnak ez könnyű megadás, egy jónak viszont nehéz. Tudod, hogy van valamim. És azt is, hogy feszes vagyok. Úgy érzem, totál rászedtél. És nagyon jól dönt. Hatos párom van. És nálad a pikkászos lap. És még te mondtad, hogy nálam a pikkász. Jó trükk. Hát, próbáltam ügyeskedni. Nem rossz. Ez a hal egy 105.000 dolláros pottal úszik el. A borra való. Ez a nézőknek is szól. Daniel Negreanu nem tudja dobásra kényszeríteni Phil Lucknot, és ezzel a Jonah Bomber elviszi az eddigi második legnagyobb kasszát. 40% volt, hogy dobok. Végig ez járt a fejemben. 31.800-at kellett volna emelned. Ismét a nevadai Las Vegasból jelentkezünk a Big Game otthonából. A 150 leosztásból 46-on vagyunk túl, és Phil Luck az imént majdnem 70.000-re emelte pozitív mérlegét. Daniel visszaesett, és Ernest Wiggins, az időzített bomba, még mindig a korábbi veszteségeiből próbál lefaragni. Ne feledjék, ő csak a 100.000 dollár feletti nyereményét tarthatja meg. Tony G az élővak, ezért Helmut beszélhet először. De dob. Ász 10-es Ernestnél. Ha szeretne nyerni egy kis pénzt, ilyen lapokkal emelnie kéne, de csak megad. Különböző színű királybubi Negreanunál. És bátran 3500-ig emel. Doyle dob. Phil Luck is. Tony G szintén. Ez most komoly? Megint ketten maradtunk. Rajtunk kívül nincs is egy senki, nem igaz? Micsoda véletlen. Jézusom, megint baromi erős lapom van. De tudod mit, Daniel? Olyan szinten elismerem a póker tudásodat, hogy ezúttal... Nos... Remek, kockáztass végre! Ne csak az én tiszteletemre tedd. Kockáztatnék, de te elveszed tőle a kedvemet. Nem is emeltem sokat. Óriási számokat mondasz. Én itt 800-zal szerénykedem, te meg jössz ezzel a 3500-zal. Az 1500 még csábító lett. Így is csábító, nézd, mennyi gyönyörű zsetonod van. Tudod, hogy ezt még meg kell dupláznom. Tudod mit? Dobok. A kísérőm miatt. De csak amiatt. Ernest eldobja a jobb induló lapokat. Nehéz csapdába csalni téged. Hát, tudod, hogy van. Csapdába csalni nehéz, elijeszteni könnyű. Valamit trükköztél. Ha, oda nézd, Daniel. Ránéztem, hát, ha megadja az élő vakot. Én aztán nem. Le van tiltva nála ez az opció. Akik fel akarnak fújni, mindent csak azok csinálják. Akik kicsiben akarják, azok nem. De neked több pénzed van, mint itt mindannyiunknak együtt. És mégis fukarkodsz. Azért nem annyira vastag. Tony G-nek 187.000-re van, ugye jól mondom? Körülbelül. De kölcsön azért nem adnék. Tony vagyona csak milliókban mérhető. Mindenki dob Doyle előtt, aki szintén dob. Te jó ég, odanéz. Lehet, hogy körfoldot kapok.
Nem hiszem. Vagy emelek. Tony G. 1400-ig emel. Phil tudja, hogy Tony bármilyen lappal képes emelni. Minden esetre megadja. Csak azért emelsz, hogy legyen mit támadni, ugye? Uncsi lenne tétlenül várni a flopot. 10-9-6. Lucknak alsó párja van. Passzolok. Passzolnak. A turnre körkirály jön. Ezzel már Tonynak is van párja, de Lucknak kettő. De passzol, Tony G. pedig 1500-at hív. Jobb nem is jöhetett volna. Tony G. ez egyszer igazat mond, de Luck most magasan fölötte áll. Van valamid, ugye? Megadtam. Megadta. Káró kettes a riverre. Barátságos. Phil csak hagyja, hogy Tony tovább hívjon. Tony G. 5000-et hív. Phil talán visszaemelésen gondolkodik? De végül csak megad. És közli a rossz hírt Tonyval. Itt a vége. Ez túl jó. Luck nagyon ügyesen hagyta, hogy Tony G. belehúzza magát. Köszönöm. Ez túl gyors volt. Luck fölmarkol egy 16000-es potot. Na hát. Milyen kicsi maradt ez a pot? Hát, mert vagy 22 lap, ami ver. Igazából csak 9. Feszes vagyok végső soron, nem igaz? Emeltem ugyan, de mit csináljak egy visszaemeléssel? Maximum megadni tudtam. Így is eleget emeltél, nem? Az időzített bombának jó lapja van. Lassan az ilyenekkel emelnie kéne, de megint csak megad. Daniel pedig újra emel 1600-ig. Az előbb ezt kérted, 1500-1600. Tudom én. Daniel így próbálja izolálni Ernestet. Doyle megad, Phil dob, Tony G. megadja. És a másik Phil is dob. 1600. Szerinted emelni fog? Hát nem. Zseni vagy. Danielnek nem sikerül izolálnia Ernestet. Négyen maradnak a floppon. Király, négy király. A flop senkit nem talált el, így Wigginsnél marad a legjobb lap, lássuk híve. És hív. Mégpedig ezret. Hív, de olyan gyengét, amíg könyörög a visszaemelésért. Daniel is emel 5500-ig. Doyle dob. Végre van két egymás melletti lapja. És Tony G. is. Nincs neked királyod. Megint kicsi a kísérőd. Nincs királyod, ugye? Szerinted mi van? Találd ki alapjaimat. Dáma bubi. Dáma bubi? Igen. Akkor hogy emelnék már? Jó, nem igaz, te Daniel Negreanu vagy, úgyhogy inkább van egy egyszínű ötös-heteset. Igen, ez inkább rám van. Ugye? Rád van. De egy fullon sem csodálkoznék, de lehet, hogy leesik a kikkerem. Mennyi is volt? 5500. 5500. A kísérőd is jó, mert van egy királyod, ez nyilvánvaló. Igen, nyilvánvaló. Úgyhogy inkább dobok is. Tényleg azt hittem, hogy van egy királyod. Á, dehogy volt. Sajnos nem. De ezt a leosztást, amit majd megnézel a tévében... Daniel megtámadja a gyengének tűnő Ernestet, és learatja a babért. És az időzített bombát megint eltapossa Negreanu. Vajon talpra tud állni? A szünet után kiderül. Folytatódik a Big Game műsora, amelyben az időzített bomba tőkéje egyre fogy. Amanda Lederman beszélget vele. Ernest, ennél kicsit jobban kell igyekeznie. Valóban hullámvölgyben vagyok, de azért nem olyan súlyos a dolog. Igyekeznem kell, de valahogy benni fog. Hogy érzi, sikerült elfogadtatnia magát a többiekkel? Igen, jól érzem magam. Vicces, mert ma szinte végig Daniellel csatáztam, úgyhogy a legfőbb dolgom az, hogy őt valahogy visszaszorítsam. Megmutatta nekik az ászokat. Miért? Igen, mégpedig azért, mert Doyle Brunson a pókerjátékosok közül az egyik példaképem, de higgy el, soha többet nem mutatok meg semmit senkinek. Menjen és őrizze jobban a lapjait. Okay. Ez az. Ernestnek jobb lesz, ha lassan odalép egy kicsit, ugyanis már túl vagyunk a 150 leosztás egyharmadán. Na jó, folytassuk, gyerekek. Azt mondta, hogy üsd ki, mi? Nem, mondtam is neki, hogy... Adtál neki néhány tippet, mi? Daniel stílusban nyomja. Daniel stílusban nyomja. Hát igen, eddig nagyon jó lapokat kaptam.
Te lehetsz az élő Tony, ha gondolod. Én? Én rakok majd. Ha Tony és Phil benne vannak, nem hagyom ki. Lehet, hogy Helmut nem megy bele. Egyszer megtette, azóta büszke rá. Igen, aztán a kamu élőt is. Ami elég nehéz trükk. De láttam a jeleket, hogy nem fogja betenni. Tony G. élővakot rak. Phil dob. Ernestnek kis párja van. Megint csak megad. Negreanu pedig ismét nagyot emel. Ez most nem is sok. Daniel megint Ernestre vadászik. Csak hogy Doyle megad. Luck és Tony G. pedig dob. Hú, mennyi pénz van itt? Sok pénz ez, bizony. Akkor próbáld meg. Idab is megadja. Hárman várják a flopot. Nem volt bátorságom, nem volt semmim. 10 bubi 3. Danielnek és Doyle-nak is toppárja van. De ez egy elég veszélyes flop. Mindketten látni akarják a törnt. Pontosabban mindhárman. És a törnre is hármas jön. Doyle joggal gondolhatja, hogy erős a bubia, és megpróbálja kamatoztatni. 8000-et hív. Na jó. Akkor lássuk, mit lép Daniel. Ernest dob. Lássuk hát Danielt. Valószínűleg ő is azt hiszi, hogy nála a legjobb lap. Ezért megad. A riverre Károly 9-es jön, így a kísérője bepározódik. Így már tényleg nála a legjobb lap. Most okosan kell hívnia. Doyle rögtön passzol. Daniel 12000-et hív. Ez ma a legjobb lapom. Megadja. Bubi 9. A River semmi jót nem hozott a legendás Doyle Bransonnak. Ez nem az ő napja. Azt hiszem, ezt elvesztettem. Nem nyertél ma még semmit, ugye? Semmi nem jön ma össze. Daniel Negreanu pedig besöpör egy 51000 dolláros potot. Milyen jól eljátszotok. Mindjárt csinálunk egy statisztikát a szarkazmusokból is. Remélem, büszke vagy magadra, Daniel. Tiltre tetted a póker keresztapját. Holnap jó eséllyel egy lófejjel az ágyadban ébredsz. Elfordultál tőlünk, Daniel? Phil Helmutot jobban tudom utánozni, de ezt későbbre tartogatom. Most pont Phil az első beszélő. Különböző színű király, 10-es. 800-ig emel. Na, hagyjuk. A bomba dob. 800 volt. Milyen van Danielnek? Egyszínű 6-2. Daniel néha még ilyen lapokkal is megadja a nagyvakot. De most Helmut emelt előtte. Mit szólsz egy visszaemeléshez? 3600. Daniel ezúttal Helmutot vette célba. Doyle-nak bubi párja van. Daniel ezt nem igen láthatta előre. Kivesztette az előző partit? Normális esetben Doyle emelne vissza két bubival, de Daniel már megtette neki, így csak megad. Ezzel elriasztja Tony G-t és Phil Luckot. Újra Helmut következik. Ő is megad. Daniel eddig úgy tesz, mintha jó lapja lenne. Lássuk, a flop után stratégiát vált-e. Hárman tehát a flopon. 5-7 dáma, ez mindenkinek jó. Passz. Helmut passzol. Doyle a két bubival még mindig vezet. Negreanu is passzol. Azt várnánk, hogy Daniel folytatja az agressziót, de Doyle jelenléte kipillentette az egyensúlyából. Mindenki passzol, és a turn pick 4. Ez sem kell senkinek. Danielnek ugyan lett egy alulfelül nyitott sorhúzója. Helmut zsetonnal a kezében. Úgy érzi, talán megér egy próbát. 7000-et hív. Philnek nincs semmije. A másik kettőből viszont az egyik már visszaemelt, a másik pedig megadta. Úgyhogy a blöffjének komoly súlya van. Nem egy sima megadás Daniel számára. Daniel végül megadja. A sok durrogtatás, amit Daniel és Phil csinál, nagyban megnehezíti Doyle-nak, hogy rájöjjön, nála van a legjobb lap.
Úgyhogy el is dobja. Daniel és Helmut tehát a réveren, ami pick 2-es, amivel Danielnek alsó párja lesz. Ennél alsó párja szó szerint nem is lehetne. Helmutnak nincs semmije, de még elviheti a potot egy megfelelő méretű hívással. Nem Daniel mondta, hogy a bluff jót tesz a játéknak? Csak ha ő blöfföl. Phil Helmut tehát 6000-et hív. A pot méretéhez képest ez egy nagyon kicsi hívás. Ennél még a törn után is nagyobbat hívott. Lássuk, Danielnek leesik-e. Lehet, hogy felteszek még pár szürkét. Akár a kezembe is adhatod. Phil célozgat rá, hogy többet is feltenne. A narancs színű 25000-et ér. Ez a kisrakás elég nagy erőt képvisel. Negreanu 46000-ig emel. Daniel megérezte Phil gyengeségét, és hatalmasat emelt, pedig csak egy kettes párja van. Na, most jön a duma. Nem beszélsz? Nem, Danielről beszélünk. Lehet, hogy különböző színű 6-os 9-ese van. Szép volt. És Phil végül dob. Végre megérkezett, sokáig tartott, de kiültem. Szép volt. Hoda néz? Durva, mi? A tévében ez nagyon csúnya lesz. Egy kettes pár sehol sem néz ki jól. Miért? Mindannyiunkra rossz fényt fog vetni. Ők nem tudják, hogy Danielé volt a jobb kombináció. Olyan dinka vagyok, tudtam, hogy Daniel tolja neki és vissza fog rántani. Persze, én is ezt csináltam. Pedig a flopnál gyanús is volt nekem. Nem volt párod sem? Nem adhattad volna meg? Szép lett volna, ha megadja és mutat 2-3-ast. Minek emeltél pont 6000-et? Ez az a pillanat, amikor kiforgathatom a vagyonából. Ilyenkor szoktam, mikor elkezd kóstolgatni. Na végre látom Doyt mosolyogni, pedig több mint 100000 bukóban van, nem könnyű trükk. Ez még csak a bemelegítés, Daniel, meglátod. A poker Brett nagy pofont kapott Danieltől. A többiek pedig azt várják, hogy mikor tör ki a Helmut vulkán. Újra Las Vegasban vagyunk, a Big Game otthonában. Ez jó volt. Még egy interjú, csak hülyülök. Kid Poker láthatóan örül a Phil Helmut feletti győzelmének. Érdekes volt látni Daniel taktikáját, de most a gondolataiba is beleláthatunk. Nézzünk hát a póker arc mögé. Ha Phil Helmut is ott ül az asztalnál, akkor egészen más lesz a játék dinamikája, mert rengetegszer fog limpelni, ahhoz képest, hogy ez egy 6-fős asztal. Jó kis élővak akció volt az asztalon, de persze betonkodott, és nem volt hajlandó élővakot tenni. És akkor minimumot emelt első beszélőként, én pedig visszaemeltem, trap 6-2-vel. A számításaimat keresztül húzta, hogy Doyle is megadta mögöttem, és ő nem lövöldözik vaktában, de Phil is megadott. Így hárman voltunk a flopnál, ami 5-7 dáma volt. Fasz. Amikor Phil passzolt, elgondolkodtam, hogy megírja-e kockáztatni a potért. Mert ha Doyle tényleg annyira erős, az veszélyes lehet. Ezért teljesen föl akartam adni, és passzoltam. Mire Doyle gondolkodott, és passzolt, a turnre egy pick 4-es jött, amivel lett egy kiskapus színhúzó. Helmut pedig 7000-et hívott. Ekkor azt gondoltam, 2-8-asa, 2-9-ese vagy valami ilyesmije van. De ha jól lapjon a riverre, akkor kiblöffölhetem, és még egy sorom is lehet. Ezért megadtam, és vártam a rivert. Mire Doyle dobott, én pedig megkönnyebbültem. A riverre pick 2-es jött, ami fura lap volt, mert elhitethettem volna, hogy flush-ön van. És egy párom is lett. Ha nincs semmije, megverhetem. Erre 6000-et hív. Megnyugodtam, hogy nincs flush-e. Phil nem hív ilyeneket a legjobb lappal. Lehet, hogy felteszek még pár szürkét. Gondoltam, jobb, ha emelek egy nagyot, mondjuk 40000-et, mire azonnal dobott. Szép volt. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a river utáni hívása egy nagyon gyenge bluff kísérlet. Úgyhogy nem hagytam annyiban. Nagyot kellett emelnem, mert ha lett volna olyan lapja, ami üti a ketteseimet, mondjuk 7-esek, 8-asok, akkor ezzel még elijeszthettem volna. Nagyon jó egy kicsit belelátni a profik fejébe, ezért a Big Game műsorában rendszeresek lesznek az ilyen bejátszások. Vajon Phil mit gondolhat? Ha igazán benne lenne a szíved a játékban, akkor rátoltad volna. Hát, ha
Érted? Na akkor figyelj egy kicsit, mindjárt visszanyerem. Tony G-nek teljesen igaza van, hiszen mi ugyan tudtuk, hogy Phil-nek csak király magasa volt, de Daniel nem sejtette, hogy a jobb lappal blöfföl. Az 56. leosztása 150-ből. Doyle az első beszélő, akinek egyszínű 7-es 4-ese van. Szinte meglepő, hogy Doyle zsetonért nyúl és emel. De annyira nem meglepő. Wiggins a nagyvak. Lock dobott, Tony G megadta, Helmut is dob, majd az időzített bomba jön a különböző színű ázdámájával. Ő is megad. Lehet, hogy aktivizálja magát. Mindenki szereti megadni az élő vakot. Daniel Negreanu. Ezzel már 4-en vannak. Pedig lehetnének akár 5-en is. Vagy tulajdonképpen bármennyien. 4-2-3. Jesszusom, Ernest emel az ász magasával. Ezzel elijeszti Negreanut. Ernestnek van kiskapus flush húzója és egy lyuksora. Doyle megad toppárral. Tony G dob. Doyle örül a 4-esének, de Ernest emelésén ugyanannyira meglepődhetett, mint mi. A turn kör 9-es. Ernestnek csak egy kör kell már a flushhöz. Passz. Ide passzol. Jól van, Doyle, csak lazán. Ne rohanj. Passz. Ernest megnyerhette volna egy jó emeléssel. Ernestnek már dáma párja van. Dáma? Passzolok. De passzol. Van egy dámám, ász dáma. Méghozzá kőrász. Ő, de szép az élet. Nagyon akartam a flöst. Végre volt egy párom. Na mindegy. Az időzített bomba visszatért, és besöpör egy 13.600 dolláros potot. Ezért meg fog ölni, mindig majdnem kinyír, ha megmutatom a lapjaimat. Ernest a barátnőjéről beszél, aki a főnöke, de úgy látszik nem csak a pókerben, hanem az egész életében. Mondják, hogy a szerencse forgandó. Az időzített bomba tehát lefaragott kicsit a veszteségéből, de magasabb sebességbe kell váltania, ha haza akar vinni egy kis pénzt is. Daniel is jól zárta az estét. Doyle továbbra is csak kapálózik, de a nap nagy nyertese Phil Luck, aki majdnem 75.000-re gyarapított a vagyonát. Jól van, fiúk, ez volt az est utolsó leosztása. Ernest? Igen? Már majdnem pluszban vagy, igaz? Hát igen, még dolgozom rajta. Jól van. A kedvencemnek nem megy túl jól, ugye, Doyle? Nem tudom. Eddig nem jött be semmi. Jól van, most búcsúzunk önöktől. Ne feledjék, ha megjött a kedvük a játékhoz, önök is bármikor kipróbálhatják a pókert a PokerStars.net-en. Viszlát! Joe Stapleton és Chris Rose is búcsúzik önöktől. Tartsanak velünk legközelebb is. Ma nem igazán megy neki, ez bosszantó. Hát nem nagyon. Tényleg volt egy dámád? Ajaj. Miért is hazudnál, hiszen már úgyis mindegy. Tony mindent beleadott. Bizony.